A tavaly második szabolcsi cukrász tanulókupán készültek ezek a felvételek. Idei képeket nem tudunk mutatni, a szerdán esedékes rendezvényt ugyanis lemondták. És ez csak egy azon események sorából, amelyet sok esetben az utolsó pillanatban töröltek vagy elhalasztottak. Ugyanilyen sorsa jutott a Hübner H. Kft. Új gyártócsarnokának átadása is, erre is szerdán került volna sor. Ez pedig már a Continental Arena közleménye, amelyben arról tájékoztatnak, hogy a városi jégpálya zárva tart, az előre meghirdetett mérkőzéseket pedig zárt kapuk mögött játsszák a csapatok. A Mozdúny Nyíregyháza valamennyi foglalkozását is felfüggesztették közben. Nem tartják meg a március 15-i ünnepségeket sem. A rendszerváltozást követő 3 évtizedben eddig hasonlókra nem volt szükség, de a mostani védekezés, a jelenlegi helyzet úgy gondoljuk, hogy ezt szükségessé teszi. A kormány részéről szerdán jelentették be, hogy rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet vezetnek be az ország egész területén. Beutazási tilalmat rendelünk el Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkezőkre. Ezekből az országokból senki nem léphet be Magyarországra, kivéve, hogyha magyar állampolgárokról beszélünk. Magyar állampolgárok esetén viszont, hogyha ezekből az országokból érkeznek, akkor hatósági karantént fogunk elrendelni. Ez azt jelenti, hogy hatósági határozat fogja azt előírni, hogy a lakóhelyéről az illető az azt követő 2 hétben nem léphet ki. A további intézkedések között szerepel, hogy a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket betiltják. Ez a különféle programokat szervező intézmények közül többnél teljes leállást okozhat. Ezek közé tartozik a Váci Mihály Kulturális Központ, amely weboldalán már közzé is tette az erről szóló közleményt, valamint a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház is. A mai nappal, tehát március 12-vel minden előadásunknak a megtekintését szüneteltetjük. Egyelőre 15 napban gondolkodunk, tehát a kihozott rendelet az 15 napra vonatkozik, ezt követően várjuk az újabb utasításokat erre vonatkozóan. A nézőktől türelmet kérnek, az elmaradt előadásokat később szeretnék pótolni, amelyről majd időben tájékoztatást adnak. A próba folyamatok nem álltak, lekészülnek a további bemutatókra. A Cinema City moziai létszámkorlátozás mellett tartanak nyitva. Facebook oldalukon olvasható közleményük szerint előadásaikra maximum 99 látogató vehet vagy foglalhat csak helyet. A veszélyhelyzet rendelkezéseinek értelmében az osztálykirándulásokat is törölni kell. Az általános és középiskolákban a tanítás ugyanakkor nem szünetel, az egyetemeken ugyanakkor intézménylátogatási tilalom lépett életbe. A Nyíregyházi Egyetemen még a kormány bejelentése előtt védekezési munkabizottság alakult, amely számos intézkedéssel döntött. Többek között készfertőtlenítő eszközöket helyeztünk ki a bejáratoknál, amit fogunk továbbiakban is bővíteni, még több helyszínre fogunk kitenni. Tisztítószerrel hatékonyabb takarítást rendeltünk meg az intézményben. A kilincseket áttöröljük mi is, hogy áttörlik számunkra a kilincseket, illetve a mellékhelyiségeknek a takarítása is fokozottabb figyelmet igényel az elmúlt napokban, meg az elkövetkezendő napokban is. Tájékoztatást küldtünk ki valamennyi munkatársunk, hallgatónk részére magáról a koronavírusról, a terjedéséről, a tüneteiről. A bizottság attól függetlenül végzi továbbra is munkáját, hogy a hallgatók csütörtöktől nem látogathatják az intézményt, hiszen a dolgozók, oktatók ugyanúgy bejárnak, utóbbiak most az e-learning tananyagok kidolgozásával foglalkoznak, a tanítást ugyanis online formában folytatják. A COVID-19 vírussal igazoltan megfertőződött betegek száma közben idehaza 16-ra emelkedett a csütörtök kora délutáni adatok szerint.